magyar, te most árva, elhagyott veszendő. Minden nemzetek közt, lent a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tiéd a jövendő. Nincs tovább. Nincs holnap, nincs holnap után, ma van. Vagy nekiállunk és egységet teremtünk, vagy koldusok és szolgák leszünk saját hazánkban. Ezen a lépcsőn annak idején fölment egy ember, azt mondta, hogy jó napot kívánok, uraim, Széchenyi István vagyok, van ezen meg azon, ráfordítanám az országra. Ma bemegy egy Bajnai Gordon, Gyulcsány Ferenc, Orbán Viktor, és azt mondja, hogy mi lehet az enyém. És mi eltűrjük. Hát azt a Molinót, ha megnézitek, a 44-es alkotmány. A 44-es alkotmány kimondja, hogy Magyarország semleges, független és örökké szabad. Azóta ebben a házba érdemi munka, ami a magyart érinti, nem történt. Ez a tákolmány, ez nem az én alaptörvényem. Én nem hatalmaztam meg egyik képviselőt se 2012. január 1-től, hogy képviseljen egy olyan országot, ami nem az én országom. Az az alkotmány, amilyenki. Ma olyan emberek döntenek az országunk házába, akik magyarul beszélő senkik. Akik magyarul beszélő senkik. Politikai bűnözők. És nincsen tovább, ki kell mondani, egy országot három ember irányítja. Pintér, az OTP báró és a Simicska. Ez a három emberi az ország. A többi az mind bábú. És mi vagyunk a figurák. Hol vannak a családapák? Egy 12 éves kislányt nevelek egyedül. Hogy nézek majd a szemébe, hogy én megtettem mindent ezért az országért? Mert előbb-utóbb megkérdezik, hogy apa, miért vagyok szolga? És akkor mi a válasz? Megoldás pedig csak úgy tudjuk, hogyha egységet teremtünk. És nem azt nézzük, hogy a mellettünk lévő, az honnan jött, milyen ruhába van. Én jó magam úgy képzelem el, nemzet kell az ország élére. Nemzet és nem pártok. Egy olyan országot ítétek halálra, amely 1918-ban a világon a harmadik leggazdagabb ország volt. A harmadik leggazdagabb ország. Aztán jött egy 1920. június 4-e, ami csak azért történhetett meg, mert az elődeink hagyták, éppen érdektelenek voltak, mint mi. Aztán felépítettünk egy országot. Voltak határon túli magyarjaink, akik örömkönnyeket hullattak, amikor Horthy bevonult. Dunaszerdahelyre, Kolozsvárra, Nagyváradra. Ismét lett országunk. Majd jött a második világháború, és megbélyegzett bennünket. És ebből nem bírunk fölgyógyulni. Valahogy nálunk az idő megállt. Egységet kell teremtenünk, de sürgősen, mert elveszünk. A bankosok már most béreznek. Melyik országgyűlési képviselő vagy államfő meri kimondani, hogy a zsidók, hogyha aláírnak 15 évet, ingyen megkapják a házat. Veletek meg fizettetik. Hogy van ez? A saját országunkban kisemmiznek bennünket. Őrmoson, Sopron megyében a földterület 70%-a van nyugati kézbe. 70%-a zsebszerződések formájában. Nincs üzemünk. Petőházi cukorgyár megszűnt létezni. Mofém, amely 14-15 ezer embernek adott munkát nap mint nap, nem létező üzem. És mehetünk végig az országon. TSZ-eket látunk, gazdasági épületeket, romba. Azok az emberek, akik a pozsonyi csatába elindultak, ilyen országot akartak? Annak idején 7 vezére volt az országnak, mégis egyfelé mentünk. Mégis egyfelé mentünk. Ment a 7 vezér, és mögötte a nemzet. Kunok, hunok, jászok, besenyők. És mind magyarnak tartotta magát. Most ki a magyar, az a 3 millió, vagy az a 8,5 millió, akiből ti is eljutottak. Mert haza kell menni, és föl kell ébreszteni az otthon lévőket. Mert egy álomvilágban élnek. Hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, hiszek egy isteni örök igazságba, hiszek Magyarország feltámadásába. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hiszek Magyarország feltámadásában.